hogy mi zajlik. Ez a mozaik, híradó előtti napra kész áradat. Ez a mozaik, politika, film, kultúra, divat. Köszöntöm nézőinket! Pontosan 95 évvel ezelőtt, 1929-ben ezen a napon került sor először Hollywoodban az Oscar-díjak átadására, megkoronázva a filmipar legnagyobb alakjait és alkotásait. Az Oscar-díjak azóta is a filmművészet legrangosabb elismerései közé tartoznak, és évről évre izgalommal várjuk, hogy kik lesznek az újabb díjazottak. Minden jel arra mutat, hogy idén sem lesz ez másképp, úgyhogy készüljünk fel egy újabb, felejthetetlen Oscar-szezonra. Addig azonban még van egy pár nap, így egyelőre nézzük mai műsorunk tartalmát, ha tehetik, tartsanak velünk. Mai műsorunkból az epilepszia okait és kezelési lehetőségeit boncolgatjuk a rendelő rovatunkban. Rendhagyó, néprajzi témájú kiállítás nyílt a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban. Munkáról, szerepvállalásról beszélgettünk Tornai Szilárd székelyudvarhelyen élő fiatallal. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem világával is ismerkedünk, ugyanis az intézmény nyitott kapukkal várja az érdeklődőket. Az epilepszia egy olyan komplex agyi rendellenesség, melynek részletei sokak számára még mindig homályosak. Ahhoz, hogy jobban megértsük ezt a betegséget és a vele járó kihívásokat, dr. Orbán Kis Károly neurológussal, egyetemi docenssel beszélgetünk itt a rendelőben. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Szeretettel köszöntöm tehát doktor úr nálunk itt a sárga kanapén a rendelőben. Jó napot kívánok, én is szeretettel üdvözlöm a nézőket. Kezdjük talán azzal, hogy hogyan határozná meg ön az epilepsziát, milyen típusú betegségről beszélünk? Azt hiszem, azt a legfontosabb megérteni, hogy az epilepszia tulajdonképpen az idegrendszernek egy krónikus kórképe, amelyben az idegsejteknek ilyen hirtelen és időszakosan megjelenő, de átmeneti, rövid ideig tartó, túlzott elektromos működése alakul ki, és amikor ez a túlzott elektromos működés létrejön, ez a fokozott ingerlékenység kialakul, akkor jönnek létre tulajdonképpen a görcsrohamok. Mi okozhatja az epilepsziát? Mondhatunk ilyet? Hát én lehet onnan kezdeném, hogy görcsrohamot igazából nagyon sok minden okozhat. Okozhatja az alkohol megvonása, gyógyszerek megvonása, az agy sérülései, fejlődési rendellenesség, az agy fertőző betegségei, térfoglaló folyamatai, tehát daganatok. De epilepsziáról igazából akkor beszélünk, amikor kiváltó tényezők hiányában is két egymást követő rohama van egy betegnek. Milyen szerepet játszanak a genetikai tényezők a betegség kialakulásában? Valóban léteznek olyan epilepszia formák, amelyeknek a hátterében valamilyen génhiba, sőt gyakrabban több különböző génhiba társulása, tehát létezik családi halmozódást mutató örökletes formája is az epilepsziának. Nagyon sok esetben ezt a genetikai hátteret ugyan nem tudjuk kimutatni, de az esetek egy részében azért jelen lehet. Említette ön a görcsöt, tehát milyen típusú görcsrohamokat lehet tapasztalni epilepszia esetén, ami kimondottan erre enged következtetni? Hát amiatt, hogy az agy túlzott elektromos működéséről beszélünk, annak függvényében, hogy az agy melyik területét érinti ez a túlzott működés, sokféle roham alakulhat ki. Talán a legismertebb az, amit nagy rohamnak szoktak nevezni orvosi nyelvezetben, grand mal roham, amely szintén kezdődhet egy ilyen körülírt agyi terület elektromos zavaraként, de aztán ez tovább terjed, és ennek megfelelő módon a tünetek, amik jellemzők szoktak lenni, eleinte egy körülírt területet érintenek, például valamelyik végtag, a kéz ujjainak rángása jelentkezhet, de aztán ez tovább terjed, és megjelenik az eszméletvesztés, a négy végtag tónusos, klónusos, nevezzük rángása, vagy görcsös rángása. Ehhez társulhat nyálfolyás, vizeletvesztés, nyelvharapás, akár légzési nehézség is. Ez egy ilyen tipikus roham, amely egy-két-három percnél többet nem szokott tartani, magától is meg kell szűnjön. Ugyanakkor ez a
Az elektromos zavar, ez érintheti az agynak csak egy kis területét is, nevezzük ezt gócnak, és akkor csak ennek a kis gócnak megfelelő tüneteket fogjuk látni. Most az agy bármely területét érintheti, ezért a tünetek nagyon változatosak lehetnek ilyenkor. Ez lehet nagyon egyszer, megnyilvánulhat nagyon egyszerű dolgokban, a betege kicsit elbambul, elréved a tekintet, egy megkezdett mozgása, megreked, de jelentkezhet valamilyen körülírt területnek a rángása, például szemhéj vagy az ujjak. Ismétlődő automatikus gesztusok, mint csámcsogás jelentkezhet, de lehet fejfájás, látászavarok, halucinációk, pszichés megnyilvánulás, sorolhatnánk szinte a végtelenség, az agy bármely területét érinthet egy ilyen kócos elektromos zavar. Kihez kell ilyenkor fordulni, és hogyan történik a diagnosztizálás? Mindenképpen orvosi segítséget kell kérni, és a görcsrohamok, illetőleg epilepszia diagnosztizálása az a neurológusok feladata szokott lenni, mivel mint említettem, nagyon sok minden okozhat görcsrohamot, ezért a kivizsgálás elég komplex, magába foglalja a beteggel való beszélgetést, egy helyes kórelőzmény felvételét, a fizikális vizsgálatot, neurológiai vizsgálatot, és gyakran képalkotó eljárásokra is szükség lehet, de a diagnosztika alapját azt mindenképpen a rohamok megfigyelése és az úgynevezett elektroenkefalográfiás vizsgálat vagy EEG vizsgálat képezi. Ez egy olyan vizsgálat, amelynek segítségével feltérképezzük az agy elektromos tevékenységét, és megpróbáljuk megtalálni, hogy hol van az a terület, ahol ezek a már említett kóros kisülések jelentkeznek. Most megkérdezném azt is, hogy összetéveszthetők ezek a tünetek, tehát azért van mindenképp szükség arra, hogy ezek a vizsgálatok megtörténjenek, mert hogy lehet, esetleg utalhat más betegségre is egy ilyen hasonló tünet? Valóban, mint ahogy említettem is, nagyon sok betegség állhat a hátterében, és különösen akkor, amikor csak egy kis gócnak a kisülései vannak, szinte bármilyen betegséget utánozhat. Milyen kezelési lehetőségek vannak az epilepszia esetében? Én azt hiszem, hogy először egy pár szót arról kellene szólnom, hogy a laikusok hogyan kellene ellássanak egy görcsrohamot. Azt tudni kell, hogy egy elkezdődött görcsrohamot megállítani egy laikus nem fog tudni, nem is érdemes ezzel próbálkozni. Az a legfontosabb, hogy ne essen pánikba, őrizze meg lélek jelenlétét, ne próbálja a beteget lefogni, soha nem nyúlunk a szájába, és nem is dugunk semmit a szájába. Amit viszont fontos, hogy megtegyünk, hogy óvjuk a testi épségét, próbáljuk eltávolítani különösen a feje mellől azokat a kemény tárgyakat, amiben ha beüti a fejét, akkor sérülést okozhat magába, illetőleg akár a lábunkat is a feje alá helyezhetjük, és ezáltal megakadályozhatjuk azt, hogy a kemény padlózatba üsse a fejét. Ami magát az orvosi kezelést illeti, a gyógyszeres kezeléssel az epilepsziás esetek 70-75%-ában a görcsrohamok jól kontrollálhatóak. Néha egyetlen gyógyszerre van szükség, néha több gyógyszer kombinációjára. Ezeket a gyógyszereket antiepileptikumoknak nevezzük, bár jobb lenne talán antikonvulzív szereknek nevezni, mert hogy a görcsrohamoknak a sűrűségét csökkentik, ideális esetben akár megszűnésig is. És talán egy szót arról is érdemes szólni, hogy abban az esetben, amikor az epilepszia nem reagál ezekre a gyógyszeres kezelésekre, de egy jól külírható gócot találunk az agyba, akkor meg lehet próbálni ennek a gócnak az idegsebészeti eltávolítását. Történt egyébként az utóbbi időben előrelépés így az orvosi ellátás terén? Epilepszia esetében? Én úgy gondolom, hogy folyamatosan van fejlődés, gyógyszer, technológia, hogy fejlődik, újabb gyógyszereket fejlesztenek. Az elmúlt években is több olyan új gyógyszer jelent meg, amelytől azt reméljük, hogy a mostanáig rezisztensnek tekintett epilepszia formákban a görcsrohamokat jobban tudjuk kontrollálni. Milyen szövődményekkel járhat az epilepszia, illetve ezeket hogyan kellene kezelni, vagy lehet-e kezelni? Hát azt hiszem, a legfontosabb szövődmények azok a balesetek, sérülések, amikor a betegnek görcsrohama van, akkor elesik, odaütheti a fejét, eltörheti valamelyik csontját. Értelemszerűen ezeket megelőzni kellene, ahogy azt leírtam. Ha valakinek gyakran vannak görcsrohamai, akkor sajnos a kognitív funkció károsodhat, tanulási zavarok, pszichés megnyilvánulások társulhatnak. Ebben az esetben a teendő az a rohamok sűrűségének a csökkentése lenne. Milyen tanácsokat adna az epilepsziával élők számára így a mindennapokban?
Én úgy gondolom, hogy a mindennapi életét egy embernek minden betegség befolyásolja, így az epilepszia is. Egy epilepsziás betegnek oda kell figyelni az életmódjára, például az alvás hiánya az nagyon erősen provokálja a rohamokat. Ugye ki kell hagyni alkoholt és minden olyan ételt és italt, amely az idegrendszer ingerlékenységét fokozza, csokoládé, kávé, kóla, tehát az életmódra nagyon oda kell figyelni. Sajnos az epilepsziát mai napig követi egy stigma. Én azt szeretném elmondani, hogy hogy a betegek és hozzátartozók, és mindenki tulajdonképpen próbálja megérteni, az epilepszia ugyanolyan betegség, mint bármely másik, hogyha egy magas vérnyomásos betegnek adunk gyógyszert, és azt mondjuk neki, hogy figyeljen az életmódjára, ugyanezt tudjuk elmondani egy epilepsziás betegnek is, ahhoz, hogy a görcsrohamokat kontrollálni tudjuk, ahhoz gyógyszereket kell szedni, és oda kell figyelni az életmódra, és hogyha ezt megteszik a betegek, akkor kevesebb rohamuk van, ideálisan megszűnnek a roham, és akkor sokkal jobb életminőséggel fognak rendelkezni. A megfelelő ellátáshoz, a betegek megfelelő életszínvonalához szükséges a megfelelő ellátás, és azt hiszem, hogy jó hírekről tud nekünk beszámolni, hogy milyen fejlesztések várhatók a jövőben itt Erdélyben, vagy van-e már előrelépés esetleg? Hát egyrészt az epilepszia ugye egy sokarcú betegség, nagyon sok minden lehet a hátterében, éppen ezért folyamatosan folynak kutatások a mechanizmusok kiderítése érdekében. Ilyen jellegű kísérletes klinikai kutatások az Orvosi Egyetem keretén belül is folynak, munkacsoportunk is foglalkozik vele, illetőleg a kérdés második felére, hogy válaszoljak, gyakorlatilag egy hete sikerült felavatni Marosvásárhelyen a 2. számú neurológiai klinikán egy új EEG diagnosztikai laboratóriumot. Ez egy olyan epilepszia telemedicina hub része, amelyben már Csíkszeredában, Nagyváradon, Kolozsváron levő központok is vannak, ezek a központok egymással össze vannak kapcsolva, sőt, külföldi és hazai egyetemi központokkal is össze vannak kapcsolva, így a kollégák közötti eszmecsere sokkal könnyebbé vált, és ezáltal természetesen úgy a diagnózisban, mint az ideális kezelés beállításában reményeink szerint előrelépések lesznek. Nagyon szépen köszönöm, doktor úr, a sok hasznos információt, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a meghívást. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Rendhagyó néprajzi témájú kiállítás nyílt a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban péntek este. A Vannak vidékek Udmurt föld című tárlatot a háromszéki Bikfalván élő Demeter család álmodta meg és mutatta be a Sepsiszentgyörgyi közönségnek. Az Udmurt földön született Petrova Anasztázia filológus és Demeter Miklós néprajzkutató hangszerkészítő a Pécsi Egyetemi évek alatt a 90-es évek végén ismerkedett meg. Két lányuk született, Kata és Gyöngyi. Azóta a család életfeladatává vált az udmurt néphagyomány megélése és megismertetése másokkal. Vannak vidékek kietlen messziségekben veszetten. Kányádi Sándor Oki Asalcsi balladájával nyitották meg a Vannak vidékek Udmurföld című tárlatot a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban. A kiállítás címét Kányádi Sándortól kölcsönözték, remélve, hogy ezáltal értő és érző kapcsolat születhet a magyarság és a velük rokonságban álló udmurtok között. A Magna Hungária területén élő magyarság hajdanán kapcsolatban lehetett a velük szomszédságban élő udmurtokkal. Ezt a több mint ezer éve megszakadt kapcsolatot szeretné előtérbe helyezni a kiállítás. Egy csodálatos népművészeti népnek láthatjuk a művészetét, tehát rendkívül híres szövők, nagyon híres zenéjük van, nagyon szép kéregedényeik vannak, és egy csodálatos hiedelemviláguk van. Tehát ez mindannyiunk számára érdekes, mert belelátjuk a magunk őstörténetét is. Az udmurtok a finnugor népcsoporthoz, annak Permiágához tartozó nemzeti közösség. Fél magyarországnyi összterületen élnek, az Uralhegységtől nyugatra, a Káma és a Vjatka folyók között. Udmurtia ma az Orosz Föderáció tagköztársasága. Hivatalos adatok szerint 500 000 élnek a világban, de körülbelül már csak fele annyian beszélik a nyelvet. Közéjük tartozik Petrova Anasztázia is, aki meghatódva mesélt szülőföldjéről.
Több mint 10 éve lakok itt Sepsiszentgyörgy melletti Bikfalván, és minden nap a hazámra gondolok. Itt a kiállításon szeretnénk megmutatni egy pár képet az otthoni világról, a udmurtiáról, hogy milyen a kultúra, milyenek az emberek, milyen élet folyik ott. Érdekes, hogy a mentalitás egy kicsit másabb, nem olyan, mint a magyaroké. A magyarok ugye temperamentusabbak, az udmurtok inkább, én azt mondanám, hogy északi mentalitásúak, egy kicsit úgy csendesebbek, de nagyon szeretnek azért mulatni, itt látszik a képeken is, szeretnek nagyon énekelni. Van egy olyan mondás is, hogy az udmurt, mikor malomba megy, akkor is énekel. A kiállítás alapját a fényképek képezik, melyeket Miklós készített. Az elsőt éppen 25 évvel ezelőtt. A család 4 évet élt Násztya szülővárosában, Izsevszkben is, így volt lehetőség a helyi népzenét és táncot tanulmányozni, és gyűjtőutakra indulni. Az volt a lényeg, hogy ezektől az emberektől, amit még lehet, úgy a zenéjüket, mind a tudásukat összeszedegetni, leírni, és ezt a hegedű játékot megpróbálni újra-újra feléleszteni, hogy ez ne tűnjön el. Udmurföldön megélt személyes élményekről, emlékekről, néprajzi kutatásokról mesélnek a fotók. Szemléltetik a vendégfogadást, a népi építészetet, a jellegzetes faházakat, az udmurtok életében fontos szerepet játszó szaunákat, melyeket a fiatal házasok hamarabb megépítenek, mint a házukat. Betekintést nyerünk a népi mesterségekbe, a népi hangszerekkel pedig Miklós ismertette meg közönségét, szólt a hagyományos udmurti hegedű. Két lány, Kata és Gyöngyi egyaránt beleszületett az udmurt és a magyar népi kultúrába. Ez a hétköznapi életünkről szól. Tehát az, hogy a lányok, ahogy megszülettek, két nyelven nevelődtek, meg tehát gyakorlatilag a mai Bikfalvi házunk egy kis székely múzeumnak is felfogható, az épület, ami tele van udmurt tárgyakkal. Ezeket a tárgyakat hozták el a kiállításra, berendeztek egy udmurt szobát, ugyanakkor két női és egy férfi népviseletet is láthat az érdeklődő. A harmadik tér az udmurtok vallási hitvilágát mutatja be. Ahogy elindult az orosz térítés, ami gyakran erőszakos térítés is volt, volt egy része az udmurt embereknek, aki azt mondta, hogy mi megtartjuk a régi vallásunkat, és hát mondhatjuk, hogy tömegek költöztek át Baskiria területére, hogy ott meg tudják tartani a hitüket, és a mai napig élik. Tehát ez tényleg érdekes, hogy ott vagy egy szent ligetben, imádkoznak előtted a papok, megeszik a szent kását, összegyűlnek faluközösségek, a maradék kását üstökbe, edényekbe, szekereken hazaviszik, és az otthon maradottak is ugyanúgy részesülnek ebből az áldozatból. Csodálatos, hogy ez ma még látható. A Vannak vidékek Udmurtföld című tárlat március 30-áig látogatható a Sepsiszentgyörgyi Lábasházban. A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Nyitott Kapuk című rendezvénysorozata lehetőséget kínál mindazoknak, akik érdeklődnek a színjátszás, bábjáték, rendezés, koreográfia, teatrológia, drámaírás, film, fotó, média, látványtervezés vagy zeneszak iránt, hogy egy kis ízelítőt kapjanak a rangos oktatási intézmény világából. A következő percekben B. Fülöp Erzsébettel, habilitált egyetemi tanárral fogok beszélgetni, de előtte tekintsünk meg egy kis összefoglalót erről a csodálatos világról. Yeah!
láthattuk, hogy milyen izgalmas dolgokra kerül sor itt a Művészeti Egyetemen. Köszöntelek szeretettel, Béfülöp Erzsébet, tehát a vendégünk. Köszönöm a meghívást. Miért fontosak, szinte már egyértelmű, de azért mondjuk el, a hasonló rendezvénysorozatok, mint például a Nyitott Kapuk, így a művészeti oktatásban, miért tartjátok fontosnak? Nagyon lényeges az, hogy megnyitja az egyetem a kapuit, és nyilvánossá teszi ezeket a vizsgákat, amelyek igazából belső vizsgák, az oktatók és a hallgatók részvételével, és lehetőséget nyújt betekinteni az érdeklődők számára mindegyik képzési szintbe. Tehát alapképzés, mesterképzés, és annak örülök, hogy a doktori iskola is bekerült idén, mert mi amúgy tartunk nyilvánossá tett műhelyeket, ahol a kutatási témákba lehet betekintést nyerni, de most bekerült a programba, úgyhogy március 1-én Bugnár Szidóniának is benne van a kis előadó műhelye. Ő is bemutatót tart. Igen. Akkor ezen belül, tehát Kovács bármelyik Ildikó fokozatnál, aki szeret, érdeklődik, hogy akkor hogy zajlik itt Marosvásárhelyen, láthatja akkor itt a pár nap alatt. Milyen jellegű eseményeket tartalmaz a program? Tehát hogy kell elképzelni így mondjuk, hogy zajlik reggeltől estig, gondolom? Reggeltől estig egyik vizsgából, illetve hát ez most már egy nyilvánossá tett vizsga, előadásból csöppennek be a másikba, sétálnak a résztvevők, attól függ, hogy milyen érdeklődési vonzata van, főleg a felvételizők szempontjából, ugye az alapszak kapcsán, de hogy például mi holnap az első éves színiseink, akiket láthattunk, egy csodás osztály. Milyen jó vizsgák vannak, vagy milyen jó gyakorlatok vannak itt, ezt a rajzfilmet is kellett utána, az nagyon jó. Igen, nagyon sokat kacagtunk, most is így, ahogy néztem, akkor nevethetnékem támad, nagyon szerettük, és ott közben Alsányi Zsolt dékán úr és egyben tanár kollégámmal ketten vagyunk az osztályvezetők, és hát néma nonverbális jeleneteket, amin tehát szintén például most az első éves színisek esetében azért kihívás, mert nagyon nehéz, könnyebb megszólalni, vagy a beszéd mögé bújni, de csak testtel kifejezni a jelenet célját és aktusát, az lényegesen nehezebb. De ha már megtanulunk testtel kommunikálni, mint ahogy itt a rajzfilmek esetén is, az azt jelenti, hogy egy nagyon fontos lépést már megtettünk a színészmesterség irányába. Én azt mondom egyébként mindenkinek így, hogy elvégeztem a színművészetit, hogy mindenkinek el kellene végezni a Színművészeti Egyetemet, bármilyen szakirányban gondolkodik. Nyilván, hogy az jó, hogyha valaki elhivatott, de hogy ez rengeteget fejleszt az emberen, hihetetlen világot nyit meg bárki számára szerintem, és akkor kiknek szól elsősorban ez az eseménysorozat? Mi a tapasztalat, hogy kik látogatják? Elsősorban a felvételizendők, vagy olyanok, akiket, és ki is választják, tehát célzottan jönnek az a tapasztalat, koreográfia, vagy ahogy felsoroltad, minden szakból lehetőség van, minden szakba betekintést nyerni, animációs filmek vetítésétől, forgatókönyvírásig, fordító műhelytől. Tényleg nagyon széles a skála. A teatrológusok színészmesterség vizsgája, a bábosoké a színisek mellett, a rendező is vizsgák, tehát nagyon-nagyon széles a spektrum, látványtervező kiállítása, a zeneszak, tehát a célorientáltan jönnek általában a felvételizők, de visszatérve a második képzési szint, a mesteri szakon, a drámaíró műhely, a drámazónában, Kárpáti Péter és Albert Mária irányításával, illetve hát a doktori iskola, elkezdtem közben, hogy Kovács Ildikó a báb játék egyik kiemelkedő erdélyi kiemelkedő egyénisége, 1958-as előadását kutatta fel a doktorandusunk, Bugnár Szidónia. Ez azért nekünk nagy dolog, mert ezek az archívumok nincsenek feltárva, és kevésbé hallunk róla, és egy díjnyertes előadásról van szó 58-ból. Ez szinte hősi kezdeményezés volt a doktorandus számára, hogy ezt utána nézett a témavezetője, Jákfalvi Magdolna professzorasszony irányítja, és kettejük, tehát a professzorasszony bemutatja a doktorandusnak a tematikát, a doktorandus egy 20 perces műhelymunkáját, és akkor erről beszélgetés zajlik. De ez is azoknak, hogy végül is a kutatás témáiba is betekintést nyerhetnek azok, akiket érdeklődnek.
szakmai, vagy a tudományos doktori érdekel, doktori képzés. Hogyan lehet részt venni az eseményen, mondjuk akár az alapképzésbe betekinteni, akár a mesteri vagy a doktori, különböző feltételek vannak most, hogyha valakinek felkeltette az érdeklődését így a doktori iskola kapcsán, teszem fel, akkor ő csak úgy besétálhat és részt vehet ezen az eseményen? Igen, azért nyitott kapuk, kinyitottuk a kapuinkat. Igen. És nem kell előre jelentkezni sehol, regisztrálni. Nem kell igazából. Uh-huh. Akkor van gond, még nem tudjuk holnap hányan lesznek az elsősök uh-huh. vizsgáján, hogyha nagyon ha túljelentkezés van, akkor, de mindig megoldjuk valamilyen formában, hogy azok, akik részt vennének, azoknak lehetőséget teremtsük. Bár kicsik az osztálytermeink, uh-huh. de például a doktori iskola bemutatója kapcsán, műhely munkája kapcsán az a stúdió előcsarnokában uh-huh. lesz március 1-én 17 órakor, holnap pedig az első éves színiseink 18 órakor, de az összes képzésben, tehát a másodéves színészmesterség tanárok is megmutatják a munkájukat, Gecse Ramona, a harmadévesek is Berekméri Katalin irányításával. Uh-huh. Tehát az is izgalmas a felvételizők szempontjából, hogy zajlik, milyen szinten a képzés. Jó, első éven igen, de másod és harmad éven is, uh-huh. és hová futnak ki ezek? És akkor inkluzív benne beleértendők a mesterisek előadásai. És nagyon ajánlom az exterápiát, egy díjazott magyarországi koreográfus rendezése, valami olyan testmozgást hoznak létre a színész hallgatók, akik nem koreográfusok. Izgalmas így a címe is ennek az előadás. Tehát valami, tehát egy óra keresztül intenzív testmozgás, de nem egyszerű testmozgás, hanem különleges, mindenkit személyiségére szabva mutatott koreográfiákat láthatunk, de nem mondanám koreográfiának táncszínházat. Uh-huh. Illetve hát a részegeket nagyon ajánlom, és a Johanna előadás, tehát hogy ezek most nagyon menő előadásaink, nagyon és sok jó. fiatal vesz részt, úgyhogy várunk mindenkit. Tényleg ajánlhatom szeretettel, én a Johannát láttam, de szeretném a többit is megnézni, aki érdeklődik az előadások iránt is, akár a Nyitott Kapuk programját hol találhatja meg? Mert zajlik egészen vasárnapig, ugye? Tehát azért sok programra lehet számítani. A Művészeti Egyetem honlapján, tehát a Facebookon a Művészeti Egyetemre rákeresünk, uh-huh. akkor ott posztolták a 3-4 napos rendezvényünket, uh-huh. inkluzív a Művészeti Egyetem oldalán is megtalálhatjuk az előadásainkat, uh-huh. a játszási időpontokkal együtt. Akár a középiskolás tanárok is, középiskolai tanárok is vihetik az osztályokat. Ezzel is találkoztatok, hogy egy egész osztály érkezik, mondjuk, és kíváncsi a Nyitott Kapukra? Érkeznek más, például Székelyföldről. Uh-huh. Ez egy külön, talán iskola másként program kapcsán, uh-huh. vagy hogy felfedezzék az egyetemet. Az egy külön rendezvény, azt hiszem, hogy meggyűlne a bajunk, hogyha egy osztályon, mert akkor így is nagyon nehezen férünk be egy-egy osztályterembe. Így nem tapasztaltuk úgy, hogy osztályszinten jönnének ezekre uh-huh. a Nyitott Kapukra, inkább egyénileg érdeklődő hallgatók, vagy jövőbeli jelenkezőink. De nagyon jó, igen, mert nagyon jó, hogy itt most a Nyitott Kapuk keretén belül, tehát így a különlegesebb eseményeket, előadásokat, vizsgánkat meg lehet nézni, tehát így összesűrítitek, és tényleg kap egy jó kis összefoglalót valaki, akit érdekel ez a világ. Meg az, hogy milyen szinten zajlik a képzés. Tehát, igen. hogy hiába mondjuk el a nagyvilágnak, hogy a mi egyetemünk a legnagyszerűbb, hanem meg is tudjuk mutatni uh-huh. minden szinten, hogy a hallgatóink mennyire felkészültek, mennyire fordítanak angolból, mennyire tudnak megtartani egy nyilvános műhelyt, akár a doktoriskolán belül, és milyen jellegű színészmesterségvizsgák, hogy vezetik őket, és minden tanárnak más ismertető jegye van. Uh-huh. Tehát ez a vizsgákból is kiderül, hogy minden tanár, oktató kollégánknak van egy nagyon erősen biztos alap színészmester oktatásban, egy szelete, amit, uh-huh. amit ő nagyon jól lefed. Uh-huh. Persze minden oktatunk, és ez nem azt jelenti, hogy mindenki szemellenzősen a saját dolgát. Összedolgoztok. Igen. Azért a szakok között is nagy átfedés van, tehát vannak olyan szakok, hát együtt lehet dolgozni, és ez a szép benne, hogy most már ilyen nagyon széles a skála itt a Művészeti Egyetemen. Igen. Ez is jellemző. Egy nagyon előnye. Bizonyos helyzetekben, rendezős vizsgákon, zenészekkel igen. együtt, színisekkel együtt, igen. Sikeres rendezvényt kívánok nektek, köszönöm és köszönöm szépen, hogy eljöttél, és mindenkinek azt ajánlom, hogy tényleg tekintse meg a Nyitott Kapuknak a programját, és látogassatok el. Köszönöm még egyszer. Én is azt ajánlom.
Mi pedig haladunk tovább. Tornai Szilárd, Udvarhelyen élő és tevékenykedő fiatal. Nem véletlenül emelem ki, hogy tevékenykedő, hiszen Szilárd évek óta szerves része az ifjúsági létszervezésének, több év ifjúsági szervezeti munkát tudva a háta mögött. Két éve az UIET, azaz az Udvarhelyi Ifjúsági Egyeztető Tanács elnöke. Őt ismerhetik meg a következő percekben. Tornai Szilárd Székelyudvarhelyen született, él és tevékenykedik. Már középiskolás korában érezte, hogy a közösségi munka meghatározó lesz életében. Hello, hello! Sziasztok, szervusztok! Hát ez az UIET-nek az irodája, itt az UIET hosszú nevén az Udvarhely Széki Ifjúsági Egyeztető Tanács, de valójában ez egy ifjúsági szervezet, és hát itt van az úgynevezett irodánk, ahol többé-kevésbé töltjük az időnket. Érdekes, mert így folyamatosan alakult ki, több termünk van. Mi újítottuk fel amúgy az önkéntesekkel, úgyhogy tényleg a miénknek érezzük. De amiután megvolt az az iroda rész, azután átvettük ezt, és akkor itt kialakítottunk egy ilyen tárgyalóasztalt, itt folyik a munkavégzés, és minden, ami ilyen kisebb megbeszélések. És igen, ott a falon egy UIET instás fotókiállításunk volt még pár évvel ezelőttről, és megtartottuk, azt mondtuk, hogy jól néz ki. De ne vágjunk egyből a közepébe, utazzunk vissza egy kicsit az időbe, és nézzük meg, hogyan jutott el Szilárd idáig. Volt egy hobbim, ami valójában a fotózás volt, és találtam még olyan haverokat, barátokat, akiknek szintén ez volt az elfoglaltságuk, és akkor elkezdtünk közösen fotózni, elkezdtünk közösen kiállításokat szervezni, fotótáborokat szervezni, és akkor létrehoztunk egy ilyen udvarhelyi fiatal fotós klubot, és ez valójában nekem onnan indult, hogy ezt a fotós klubot elkezdtük. Egy idő után nem a fotózás elégített ki, vagy nem azt élveztem a legjobban, hogy akkor most tényleg fotózhatok, hanem rájöttem, hogy inkább azt, hogy szervezhetek, hogy van egy csapat, hogy közösen valamit létrehozunk, és hogy úgy valamivel egyáltalán foglalkozunk. Kopogtattam Udvarhelyen körbe, hogy kell nekünk egy hely, ahol tudunk gyűlésezni, ahol tudunk fotózni, ahol a felszerelésünket tudjuk kihasználni, gyakorolni, és sok-sok kopogtatás után egyedül az UIET iroda és az akkori UIET vezetőség volt nyitott arra, hogy beengedjen minket, és hogy valamilyen szinten támogasson. Én akkor nem is tudtam semmit az egész UIET-ről, vagy az egész közéletről. Én egy naív középiskolás fiatal voltam, és így nagyon organikusan alakult ki. Utána ugye felmentem Kolozsvárra egyetemre, és akkor úgy el kellett döntsem, vagy úgy azt láttam, hogy vagy Kolozsváron kezdek, úgymond ebbe a közösségi életbe folytatást gyakorolni, vagy akkor inkább az itthonit, amit elkezdtem, azt próbálom kiépíteni, és úgy itthon azt éreztem, hogy jobban megkapom a helyem, nagyobb szabadságom van, úgy jobban élveztem, vagy a társaság jobb volt, és akkor ez miatt Kolozsvárról is így nagyon gyakran jártam haza, tehát hogy minden letudtam az ott kötelező órákat, és akkor amikor lehetőségem volt csütörtökön már, jöttem haza, és egészen hétfőig itthon voltam. Szilárd egyre aktívabb lett az UIET-ben, ahol egy tisztújítás alkalmával jelezte, hogy több, nagyobb felelősséget is vállalna. Első körben elnök helyettes voltam, majd akkor három évvel ezelőtt volt megint egy tisztújítás az UIET-be, ahol amióta elnök lettem. Ezt követően az Országos Ifjúsági Szervezet a Miért elnök helyettesévé is megválasztották. Annak ellenére, hogy a közösségi munka legtöbb esetben nem nyereséges anyagi szempontból, Szilárd teljes odaadással végzi, hiszen számára ez sokkal többről szól. Én azt látom ezzel az önkénteskedéssel, vagy ezzel a közösségi élettel, vagy aktivistákkal, vagy bárminek nevezhetjük ezt az állapotot, hogy egy nagyon jó önismeret, vagy egy nagyon jó készségfejlesztő tevékenység. Tehát én az, ami ma vagyok, vagy amilyen készségeket ma tudok, azt én nagy valószínűséggel nem az egyetemen vagy az iskolába szereztem meg, hanem ezeknek a csoportoknak, egyesületeknek, társaságoknak, vagy egyáltalán projekteknek köszönhetően. Szilárd a közéleti szerepvállalás mellett saját cégével is foglalkozik. Lévén ebből, hogy én annól elkezdtem fotózni, nekem van egy ilyen
affinitásom, vagy nem is tudom, bárminek nevezhetjük a vizualitás tekintetében, és nem feltétlenül vagyok a világ legjobb fotográfusa, soha nem is volt ez a cél, de ebből kifolyólag szintén organikusan kialakult, hogy elkezdtünk több barátommal közösen egy úgynevezett kreatív ügynökséget, marketing céget létrehozni. Én most jelenleg is abban dolgozok, vagy az, amivel ezek mellett még foglalkozom. Ez elsősorban azért jó, mert van egy biztos hátterem, vagy van egy biztos megélhetésem, egy olyan dolog, amihez el tudok menni, ami még ki tud egészíteni, és amiből tudom azt garantálni, hogy ha holnap után mondjuk a politikában azt mondják, hogy nincs rám szükség, akkor is valaki vagyok, és valamivel tudok foglalkozni. Tanáraim mindig is mondták, hogy nem biztos lesz belőlem valami, vagy az érettségim meg lesz. A tanárok jóslata nem igazolódott be. Mi több, Szilárd kitartása, közösségi téren végzett munkája, saját vállalkozásának folyamatos fejlesztése, tenni akarása igazán figyelemre méltó. Példa arra, hogy lehet boldogulni itthon, fiatalon. Így a hét elején érdemes felidéznünk, hogy milyen izgalmas eseményekre számíthatunk a következő napokban, Erdély kulturális életében főként. Vince Simó Franciska és a Kimenő következik. Jó napot kívánok, sziasztok! Ma február 26-a van, hétfő. És 1802-ben ezen a napon született a nagy Victor Hugo, francia író, valamint 1927-ben Kornis György, magyar festőművész, akinek munkáit többek közt a párizsi Louvre is kiállította. Önök a Kimenőben értesülnek Erdély eseményeiről. Tartsanak velem! Február 29-én este 7 órától ünnepi hangversenyre kerül sor a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniában. Az est folyamán Ludwig von Beethoven 5. S-dur imperiál zongora versenyének dallamait hallhatja a nagy érdemű, a németországi Moritz Genán vezénylésével. A felújított kultúrpalota átadása alkalmából szervezett hangversenyre a belépés ingyenes. Jancsi és Juliska egy reggel arra ébrednek, hogy édesapjuk bejelenti, vásárra kell vinnie a kiskecskét, hogy adósságait kifizethesse. A búslakodó gyerekeket, Csipet, az erdei Manócska lepi meg, aki egy titokzatos versike segítségével kincshez juttatná két kis barátját. Történetüket a vasorú bába bonyolítja, és bár Csipet Manó meg Döme Mackó mindent megtesz a gyerekek megmentéséért, végül Juliskának sikerül megszabadulnia a gonosz szipirtyótól. Jancsi és Juliska február 28-án délután 5 órától a kolozsvári Pugpáp színházban. Mi egy bankrablás egy bank alapításhoz képest? Kérdezi Brecht, hírhet Bicska Maxia a világ színpadain, csak nem 100 év óta újra és újra. Hiszen mindig voltak olyanok, akik saját birodalmuk építéséhez inkább mások zsebébe nyúltak, s épp úgy voltak közöttük kistillűek, mint nagyban utazó gazemberek. Koldus Opera február 29-én este 7 órától a Csíki Játékszín színpadán. Ez itt a Kimenő vége. Köszönöm, hogy velem tartottak. Holnap újra találkozunk. Kellemes időtöltést kívánok, viszontlátásra! Ne feledjék, a Mozaik után 7 órától híradóval várjuk Önöket. Buksenánu Réka hozza Önöknek a legfrissebb híreket. Szia Réka, ma mire számíthatunk a híradóban? Szia Laura, jó estét kívánok! Közel 600 millió lejes támogatást kapnak a romániai paradicsom, burgonya és fokhagyma termesztők, valamint az állattenyésztők is. A támogatás felét a betakarítás előtt, a másik felét a termény értékesítése után folyósítják, de jönnek a részletek is azonnal, héttől számítok figyelmükre. Köszönöm szépen, Réka, és köszönöm nézőink figyelmét is. Mai műsorunk végéhez érkeztünk. Holnap egy újabb színes mozaikkal várom Önöket, tartsanak velünk akkor is. Legyen szép estéjük, a viszontlátásra! We'll be right back.